9 csoportból összesen 120-an léptek fel a Varga Balett Táncműhely Gála műsorán. A Hagymázban tartott rendezvény az Egyesület első évadzárója volt. Ez az Egyesület tavaly ősszel alakult. Így ebben az évadban ez volt az évadzáró gála műsorunk. A gyerekek 9 korcsoportban mutatták meg tudásukat, amit egész évben gyakoroltak, hogy színpadra állíthassák ezeket a műveket. Nagyon-nagyon sok olyan produkciónk volt, ami ebben a formában csak most láthatott a közönség. Voltak olyan produkcióink, amiket már versenyekre is vittünk. Voltunk mezőtúron, és voltunk Budapesten nagyszabású országos versenyeken. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a szülők is betekintethessenek a táncműhely életébe, illetve azt, hogy a gyerekek miket tanulnak egész évek folyamán, az egész év folyamán. Az óvodás csoportjaink, 3 óvodás csoportunk van, a Bogyó, a Babóca és a Bambi csoport. Ők hetente 1 órában készültek erre, hogy ők itt a színpadon így megmutathassák a tudásukat. A kisebb csoportokban segített a táncpedagógusuk, Bán Bettina, de a nagyobbak csoportjában, mert segítség nélkül tudtak a színpadra állni, ami ebben az életkorban nagyon nagy teljesítmény tőlük, nagyon büszkék is vagyunk rájuk. Az évadzáron fellépett a Varga Balett Táncműhely minden növendéke. Az Egyesületben óvodás és iskolás korosztályúak is táncolnak, összesen 120-an. Az óvodás korcsoportjainkban követjük az óvodai életkor csoportjait, mint a kis csoport, a középső és a nagy csoport. Ez életkorilag is a 3-4, 4-5 és az 5-6 évet fedi le. Az iskolás korcsoportjaink pedig szintén az iskolai élet korcsoportjait követi, így vannak első, másodikosok, harmadik, negyedikesek, és így tovább egészen 8. osztályig. Az óvodás korcsoportjaink közül van a Pöti, a Dömi, a Piruett, a Developé, az Alonzsé és az Arabesk csoportjaink. A táncműhely hirdetett egy rajzpályázatot is, amelynek eredmény hirdetése a gálát megelőzően volt. Egyébként is rengeteg rajzot kap Varga József az órák folyamán, de így legalább össze tudtuk fogni ezeket egy nagy produktummá. Ez a rózsaszín balettcipő fantázia nevet kapta. Igazából bármilyen pályaművet készíthettek a gyerekek. Ezt mi a Facebook oldalunkra is föltöltettük, ott a közönségdíjasokat ott szavaztattuk meg, és felkértünk 2 szakmai zsűrit is, aki meg tudta úgy értékelni a műveket, ami a szakmaiságot ugye nem vonhatja kérdésbe. Gilinger Katalin tanárnőt kértük meg, és Kati Tündét, akik ezt összefogták és levezényelték nekünk. 109 pályamű érkezett.